Aztán majd ezt a végén majd eldalolom. Ez az én életem, ami tehát a műsor, a Meddig vagyok című darabom, stand-up show-om játszódik. 1951-ben vettek fel a Balettintézetbe, a mai napig játszódik. Elmondom azt, hogy hol játszottam, mikor kezdtem, hogy kezdtem a filmekkel, hogy kezdtem a színházzal, hogy barátkoztam meg, a diplomáimról beszélek, azért beszélek, mert van, és azért dicsekszem vele, mert van. Itt vagyok az Új Színházban tag, az igaz, hogy csak 2 éve, vagy 3 éve, azt hiszem csak 2 éve, de boldog vagyok, és jó szerepeket játszom, és ezen kívül elengednek sok-sok helyre az országban. Játszom a József Attila Színházban a Mici néni 2 életét, játszom a Vidám Színpadon 2 darabot, a 4 mesztelen férfi és a Bubust, és akkor játszom még a Mód és Heroldot a Körúti Színházban, a Veresegyházai Színházban. Most kezdek próbálni, és a Erzsébet-ligeti Színházban is. Itt játszom még a Hangemberekben, és játszom a Béres című darabban, játszom a Sári Bíróban, és van ez a önálló estem, azt hiszem, hogy nem hagytam, de ha nem élhetek muzsika szó nélkül, azt is. Tehát a tavalyi szezonban játszottam 6 helyen, 13 darabban. A nyaram úgy telt, hogy nagyon sokat kerámiáztam, és festettem, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a Herendi Manufaktúra vendége lehettem, mint hobbi, kurzus hallgató, egyedül voltam tag, vagyis egyedül voltam ott, és nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük, de hát kevés idő volt, mert tulajdonképpen 2-4 napot azt hiszem töltöttem ott, de úgy kényeztettek, olyan csodálatos életem volt nyáron, hogy a mennyekbe jártam, köngetek titkom maradt még, dacára annak, hogy sok mindent elmondtam, de hát ez semmi. 1:40-ben az elmúlt 60 évemből egy kis szeletke, rengeteg titkom van még, amit nem is fogok elmondani. Majd 95 éves koromban, ha Isten is akarja és élek, akkor majd megírom, de csak nevekkel, mert csak úgy érdemes, de nem biztos, mert sok esztergályos van a szakmában, nem esztergályos szakmában, hanem a televíziókban, úgyhogy lehet, hogy nem fogom megírni névvel, nevekkel az illetőket, akik mindig gáncsot tettek meg, kis bokrot tettek az utamba. Nem baj, kikerülöm, vagy felugrok, és megyek tovább. Móri Zsigmond mit mond? A mai napnak óriási mai aktualitása van, mert a választásokról szól, pont arról szól, hogy a férje bíró, és már 20 éve bíráskodik, de ő nem szeretne már bíró lenni újra, de a felesége ragaszkodik hozzá. És ettől van az egész darabnak pezsgő ellentmondásoknak, nem tudom, befejezni mondatot. Tehát ezért van olyan nagy sikere, mert nagyon aktuális. Na most ide szállt valaki. És a Sári Bírót imádom, de hát olyan elődök voltak nekem, akikkel játszhattam, Horváth Teri művész, ebben a Tália Színházban, ahol most vagyunk, mint Új Színház, itt játszott a Táliában Horváth Teri, akivel együtt játszottam sok darabban, Dajka Margit, Kismanyi, Bulla Elma, ezek az óriási színészek, Töröcsik Mari, Psota Irén, akiktől én rengeteget tanultam. Most már elbúcsúzom, mert elkések csók. Gyere, de én a légyöbben én, te vagy a legkosszabb legény, a tetszeg ágyén, a tetszeg ágyén, te vagy a legszebb földjemben. Gyere, te mi van, te fogvám, maradj a bölcsét, I'm
Rohadt városnő, mozdom pedig.